Áldott a Fető és Fiú és Szentléleknek országa, most és mindenkor és örökkör örökké. Amen. Ékességben közönök is gazdulhoz. Tudom, írgalmaz. A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk gazdulhoz. Tudom, írgalmaz. Az egész világ békességéért, Isten szent egyházainak jólétéért és mindjárt kedvesítéséért Uram, írgalmaz! Ezen szent ajlékért, mindazokért, kikinek hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz! Uram, írgalmaz! Szentséges főpásztorunk Ferenc pápáért, Isten szerető Fülöp metropolitánkért és Atanász püspökünkért, a tisztes áldozó papságért, szerint is segélő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, írgalmaz! Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, s az azokkal lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, írgalmaz! A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért, békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, írgalmaz! A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, sebek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, írgalmaz! Hogy mentsen meg minket minden akadásból, haragtól és szükségtől könyörögjünk az Úrhoz. Uram, írgalmaz! Oltalmaz, ments meg, könyörülj és őriz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel! Uram, írgalmaz! Megszentel, megtisztál, megáldottad és ő királyinkat, Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánlunk! Néked, Uram! Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkör örökké. Amen! Őrben nezetek az Úrnak mindenkör, mondjatok, dicsőségessé dicséretét.
szorongattatásából és aggodalmából írtam nektek,
sok könyvmulatás közepette, nem azért, hogy szomorúságot okozzak nektek, hanem hogy megismerjétek, milyen szeretettel vagyok elsősorban irántatok. Közönösséggel, vagy idegséggel, esetleg cinizmussal találkozunk.
magasztak Jóistennel szemben, így viselkedünk, amikor a földi, hétköznapi dolgainkat az ő hívása, az ő lakomája felé helyezzük. Természetesen mindent meg tudunk csinálni, mindenre van kifogásunk, és el kell ismerni, hogy legtöbbször valóban a jó indulat vezére bennünket. Ki merné megkérdőjelezni a jó szándékot abban, ha elhatározom, hogy a vasárnapot teljesen a családomnak, a gyermekeinek szentelem. Az a gond, hogyha éppen emiatt a templomba sem megyek el, vagy nem megyünk el. Hogy a jó szándék vezére bennünket, amikor egész nap lódunk, futunk, hogy mindenünk meglegyen, de éppen ezért nem érünk rá imádkozni. Néhány percet is sajnálunk a Jóistentől, a vele való találkozástól, a vele való beszélgetéstől. És lehetne tovább sorolni a kifogásokat vég nélkül, de nem szabad elfelejteni, hogy a mondás, hogy a kopóhoz vezető út is jó szándékkal van kitövezve. Az Isten országa, amelyben meghívást kaptunk, az nem egy elképzelt mesebeli birodalom, nem is egy nagy hatalom tele fegyverekkel, nem egy politikai kormányprogram, amely ígér fűtfát, és nem is csak néhány évre szól. Az Isten országa, melyre mi meghívásunk szól, arról a szeretetről, arról az örömről, arról a boldogságról szól, melyet mi emberi szavakkal talán ki sem tudunk fejezni. Olyan ajándék, melyet emberi gondolkodással talán fel sem lehet fogni. Hát a jövő héten elkezdődik majd a iskola óvoda, a szülők és főleg a gyermekek nagy örömére, ugye mindenki alig várja már. Ez azt jelenti, hogy véget ért a vakáció, a nyári szület, a nyaralásnak, a kikapcsolódásnak az időszaka, és minden visszatér a régi kerékvágásba, ismét idézőjelben véve a munkába kell járni, még a gyerekeknek is. És hát tudom, hogy nektek is sokszor könnyebb lesz majd azt mondani, hogy egész nap tanultam, gyűriztem, jár egy kis pihenés, egy kis tévénézés. Vagy éppen nagyon sok a lecke, most inkább nem megyek a templomba. Kedves gyerekek, a Jóisten titeket is meghívott, és vár vasárnapról vasárnapra, és a mindennapi imádságban. Szeressétek őt nagyon, legyen az övé a főhely a szívetekben, és az ő elhez fogok is élni, nem csak tanulmányokat, hanem egész életeteket. És a kedves gyerekek, kedves testvérek, nem kell nagyon nagy dolgokra gondolnunk, hogy a meghívottakról választottak legyünk. Szent Pál apostol Kolosszaiaknak szóló levelében írta. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottai, az irgalom érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Hogy az Úr megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek között pedig öltsétek magatokra a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. És Krisztus békéje, amelyre meghívást kaptatok, egy testben uralkodik a szívetekben. Kedves testvérek, öltsük magunkra az irgalmat, a jóságot, az alázatosságot, a béketűrést, a megbocsátást, a szeretetet, hogy ekkor ne csak meghívottak, de valóban választottak is lehessünk, és atyák asztalában lehessünk majd az örök boldogságban. Tehát én is nem figyelem. Amen. Mondjuk mindjárt teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Uram, hívj, Isten szerető Fülöp, mert
Istenkért és Atanász püspökünkért, lelki atyáinkért, Krisztusban minden atyák fiáért. Attila János, Zoltán Jancsika, Marianna Bernadett, Mónika Brigitta, Panni
Istent, Áron Csongor, Balázs Árpád, Kapita Luca, Ágoston, Iván, László Tamás, Krisztián Csamika, Danika Dávid, Árpád Veronika, István Beálda Tamás, Janka Panna Luca, Pessus Katika, Babika, Virág, Tomi, Panna Sára, Ádám, Angelika, Tava, Koliti, Ferenc, Andris, Anna, Emese, Benet, Zoltán, Krisztina, Tamás, Gerzely, Csernye, Balázs, Teofil, Daniel, Daniela, Paul, Marianna, Anita, Pisti, Dávid, Anna, Máté, Ádám és Milla szolgáljon és szolgálom idő kegyelmeddel és irgalmasságot ad, és teljesít összes jó kérelmeinket, bocsáss meg minden szándékosan vagy akaratomra elkövetett fényezéseiket. Hát, hogy kedvesek legyenek imádságaik és irgalmas cselekedeteik a te felséges király székelőt. Oltalmazd őket minden látható és láthatatlan ellenségtől, minden incselkedéstől, bajtól, akadalomtól és betegségtől. Adj nekik egészséget és hosszú életet, mondjuk minden, hallgass meg minket és könyörülj. Uram, a vigyorhoz, Uram, a vigyorhoz, Uram, a vigyorhoz. Könyörögjünk még az Isten elemet tőle, nagy és bőkedemeket válaszítsék a vigyorhoz. Thank you.
tejfülöp fiának írva a háddal kívánunk, a legszentebb jóságos és elevenék különöket együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Békesség minnyájatokkal. És a kedvekedben. Szeressük egymást, hogy egyetértőnek halljuk. Jézus Krisztus valasztja az Atya Isten szeretetet, és a
mely életedek és sokakért kiontad is a bűnök bocsánatára. Hadd meg, Uram! Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól.
Add meg, Uram! Jókat és hasznosat a terület és a világnak békességet kérjünk az Úrtól. Add meg, Uram! Életünknek általában és képékével és bűnbánatban tőzsük kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! Életünket keresztény szülőzők velem és légyen nélkül végezzük be, hogy Krisztus félelmetes ítélő székel és jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Add meg, Uram! A hit nekedség és a Szentlélek közöltetését kérvén, önmagunkat egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánlunk. Néved, Uram! És méltos minket, Urunk, hogy bizalommal, elítélés nélkül váltunk közünk téged, mennyi Isten, Atyánnak nevetnél, mondanak nőjük. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a nevetek, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de hiszem, Uram, és hallom, hogy ez
amiben most részesül, valóban a te valóságos és megtisztált tested, a te valóságos és elevenítő lélek, kérlek add, hogy ezeket méltóan vedem magamhoz, bűneim bocsánatára és az örök életre.
közös Isten a te népedet, és áld meg a te örökségedet. Yeah.
jövő vasárnap a szokott időben 10 órakor fog kezdődni az ünnepi Szent Lépúria. Most majd a gyerekek megáldása következik az új tanévre. Utána pedig 12:30-kor a bűri temetőnek a bejárati képeit fogjuk megszentelni. Ugye látták a kedves testvérek, hogy elég megviselt állapotban voltak azok a képek, és dr. Torma Árpád, valamint a családja a nagyszülei iránti tiszteletből elkészítette az új képeket, aminek a végrehajtásával Rozma Béla tanárat, illetve Matiz János bácsit bízta meg. Ezt fogjuk majd megszentelni 12:30-kor kint a bűri temetőben. Most pedig kérem az iskolás gyermekeket, nem csak az iskolás, a gyermekeket, hogy jöjjenek ide ki, hogy megálljanak. Ura, amíg hajmaz,
És a munkáját, és én átadnám a szót Dr. Márpádnak. Csak egy pár mondatot arról, hogy mit jelent nekünk ez a temető, illetve a régi bejárat, vagy pontosabban a bejárat szimbóluma. 35-36 éves korunkig nekünk kizárólagosan ez volt a temető. Nem egy temető, hanem a temető. Feleségemmel együtt kettőnknek 9 közvetlen hozzátartozó szülők, nagyszülők vannak itt, vagy temették ide, és mind a mai napig itt vannak. Hát mondom se kell, hogy milyen szerepet játszottak az életünkben, és emlékezünk rájuk. Viszont láttuk az évek, évtizedek során, hogy a Győrösi Bálinné által a II. Világháború alatt felállított, és akkor szimbólumában és fizikai megjelenésében is a község többi temetőjéhez mindenképpen méltó bejárat, hogy vált egyszerűen méltatlanná, és így született a gondolat, hogy helyrehozni, illetve újra vagy átépíteni.
43-ban, mikor a Győrösi Bálint Málit kapta, akkor 50 éves volt, és mi is 70 évesek vagyunk most. Kevesen emlékezhetnek rá, unokái közül egyedül Ilonka néném él, akinek személyes ismerete és emlékei élők és sokfélék lehetnek. Nekem speciál, mint dédunokának egy-két homályos képen van, hogy 6-7 éves gyerekként jártam a házában, ami a templom mögött volt közvetlenül, akkor egy kis nádfedeleszáz tornácán állt egy régi homályos képen, mindössze ennyi emlék maradt róla. De az a tény, hogy ez a temető a távolodó múlthoz egy kötelék számunkra, abban nagy szerepe van a Örökhatolikus Egyháznak, olyan értelemben, hogy megtartotta ezt a temetőt, és igyekszik megtartani. Reméljük, hogy a jövőben több támogatást kap az egyházközségehez. Néha a sors valamit más nem rendel el számunkra, a jövőben is az adományozók között leszünk. És külön meg kell köszönni nagy tisztelettel Tas és Perzsú közelműködését, hiszen az ő javaslata alapján jutottunk el Rozman Béla művésztanárúhoz, és úgy alakult ki, hogy mi is, amit itt újra lehet alkotni vagy készíteni, és amennyire laikusként meg tudjuk ítélni, akár a bibliai gondolat vagy gondolatok, akár pedig a görögkatolikus egyház ábrázolási stílusa vagy ábrázolási eszközei, gondolok itt a ikonosztázokra, ahhoz minden szempontból méltó, ami elkészült, legalábbis magunk így nyugtázzuk, vagy így értékeljük, de nem hagyhatom ki semmiképpen Matiz János úr közeműködését, amelyik kezdődött a lebontásnál, és eljutott a társalkotói szerepig, és életkorát is figyelembe véve ez külön szép emlék számunkra. Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most is mindenkor és örökkön örökké. Mennyei király, vigasztaló igazságnak lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak útfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szenytől, és üdvözítsd jóságos a mi lelkünket. Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk! Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk! Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen! Szent Háromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket, ha te nevedért! Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen! Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Könyörögjünk az Úrhoz! Uram, irgalmaz! Uralkodó Istenünk, atyáinknak Istenek, kiválasztott népedet Izraelt a bálványimádás csávításától megóvni, és ismeretedben s az egy igaz Isten szolgálatában megtartani akarván, tilalommal megtiltottad neki,
hogy veled szemben faragott képeket és képmásokat alkosson magának, hogy azokat imádja, azoknak szolgáljon, ellenben a képeket és képmásokat, melyek által nem az idegen hanem istenek, hanem te, mint igaz Isten, s a te legszentebb és fölséged neved, dicsőítetik, nem csak megengedted, hanem kedvelt szolgád, Mózes által világosan el is rendelted, hogy szövetségi szentélyedben a bizonyság szekréne fölött két aranykerub, s a tisztulás tornácában ismét két aranykerub helyeztessék el. Az idők tejében pedig elküldötted egy szülött fiadat, a mi urunkat Jézus Krisztust, ki asszonytól, s mindenkor Szűz Máriától született és szolgálja lakott vevén fel, hozzánk emberekhez hasonló lett, és saját legtisztább képmását a vászonkendőnek orcájához érintése által kézmű nélkül leábrázolá, és az Abgár edesszai királynak megküldé, miáltal nem csak őt, hanem azokat is, kik e képhez hittel járultak, s azelőtt tisztelettel meghajoltak, kínos betegségeikből megszabadítá, és számtalan jó téteményben részelteti. Mi is tehát jóságos, és mindenható uralkodunk egy szülött fiadnak, eme festett képét, melyet nem Isten gyanánt alkottunk magunknak, hanem az üdvösséges megtestesülésének, és a földön közöttünk véghez vitt nagyszerű csodatételeinek emlékére készítettünk, tudván azt, hogy az írott képmás tisztelete annak eredetiére száll vissza, a te isteni felségednek hódolat teljesen felajánlunk, és leborulva töredelmes szívvel kérünk téged, tekints kegyelmesen ránk, s e képre és egyszülött fiad megtestesüléséért, és köztünk való megjelenéséért, miknek emlékére azt előállítottuk, küldd le rá mennyei áldásodat, áld meg, és szenteld meg, és adj neki minden betegséget gyógyító, s ellenséges fondorlástól tova űző erőt, és törzs be azt önlenyomatú arckép ama áldásával és erejével, mikkel az a te kedvelt fiad, legszentebb és legtisztább orcájának érint által, bőségesen felruháztatott, hogy mindazok esedezései, kik nékecs egyszülött fiadnak, és legszentebb lelkednek-e képelőt holdónak, vagy élő hittel segítségét könyörögnek, és imákat ajánlanak fel, legyenek foganatosak, s nyerjék el a te kifogyhatatlan ember szereteted gazdag malasztját, mert te vagy a minden megszentelés, a mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk, egyszülött fiaddal, legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most is mindenkor és örökkön örökké. Könyörögjünk az Úrhoz. Uram, írgalmas! Urunk, az ember nem alkotója és teremtője, a lelki kegyelem és örök üdvösség adományozója. Te magad küld le szent lelked, égi áldással erre a képre, hogy mennyi oltalmad erejével felruházva, mindazoknak, akik ezt tisztelni fogják, lelki és testi javukra váljék, ami Urunk Jézus Krisztus által mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Megáldatik és megszenteltetik ez a kép a Szent Lélek malasztja és a szentelt ízzel való meghintés által, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Megáldatik és megszenteltetik ez a kép a Szent Lélek malasztja és a szentelt ízzel való meghintés által, Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. Bölcsesség! Ti a kerugoknál tiszteltebb és a szerápoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy. Ti az Istent az ígét kérdés nélkül szültem. Téged valóságos Isten szülőd magasztalunk. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk. Dicsőség néked! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, Uram irgalmaz, adj áldást, Uram! Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent és isnegység atyáinknak,
és minden szenteinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Az Úr áldásra álltok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Árpád szolgádnak és családjának, János szolgádnak és családjának, Béla szolgádnak és családjának adjunk békességet, egészséget és áldást. Számos boldog éven át. Éljenek soká, éljenek soká, éljenek soká, számos éven át, egészségben, békességben, éljenek soká, számos éven át. Az Úr Istennek szent kegyelmét.